Szeretek úton lenni, szeretem figyelni, ahogy útközben különböző arcait mutatja meg a város. Sínen vagyok, révbe érek, a lábam elé nézek. Csomaggal, térképpel, kézben figyelem, merre lépek. Körbe-körbe, megkergőd bőröm, kerekek kergetnek. Kósza szárnyak alatt lebergő állomás neveket. Különböző történetek sokassága egy közös láncra felfűzve, ez igazából számomra pont olyan, ahogyan egy ideális lemez felépül. A metró feljárónak legtetején zsebemben szorongatom telefonomat. Egyre csak azt várom, hogy a sok arc közül megkocogtatod a vállamat. A bevő, ha kér, bármit lemér, gyümölcsöt terem, zöldséget beszél. Kíváncsi tömeg, ki mire nem vehető meg. És ezt a párhuzamot azóta érzem ilyen erősen, amióta ismerem az épülő 4-es metró útvonalát. 10 teljesen különböző hangulatú, ám igen frekventált helyen lévő megálló, középen a lemezoldalakat elválasztó Dunával, mindez majdnem egy évtizede ordít azért, hogy az egész útvonalat zenében öntsem. Kiderül, mi megerül, ha lekerül a polc, szól a kosárba, így a világ. Igazából egy zenei képeslap Budapestről. Rajta táncházak, vagy a hőskort megidéző mulatók világával. De ennek ugyanúgy része például a mindenhonnan beszűrődő cigányzene, vagy éppen Cseh Tamás is. Itt ugye vár, közhely ma már, vagy egymás közt vitatható. Bronzszobor áll, doboz gitár, balkezes koptató. Kedves busz füstjelét hunyorgó szemmel nézem, azt a fürkésző indián pillantást én vizát érzem. Fiatalon nagyon nehéz kérdés, hogy mit kezdjek azzal az információval, hogy ennek az országnak vagyok a szülöttje, és az a kultúra nevelt fel. És jár a gép, és kék az ég, hát végül is az élet szép. Csak a szívünk ongít mélyen legbelül, sokan vagyunk, és mind egyedül. Akár szeretem, akár nem, ez a környezet az otthonom. Akárhogy is nézzük, ez az én történetem, az engem körülvevő világgal való kapcsolatom. Sűt ránk a nap, sűt ránk a nap. Gondoltam, megzenésítem.